Tovább gyűrűzik a Városháza ügy. Anonymous új videójában arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte a főváros baloldali vezetői nem mondják el őszintén az igazságot a Városháza tervezett eladásáról, miközben jó pár ingatlant akartak fű alatt közvetítők révén értékesíteni. Az állarcos egy fotót is bemutatott, amelyen Gansperger Gyula baloldali üzletemben Bajnai Gordon volt miniszterelnök társaságában látható. Gansperger Gyula több hangfelvételen is előkerült az elmúlt napokban. De minden hiába, lassan be kellene vallani a dolgokat. Újabb videóval jelentkezett Anonymous. Ebben azt nehezményezi, hogy a főváros vezetői nem mondják el őszintén az igazságot a Városháza tervezett eladásáról. Az állarcos szerint ehelyett mindent és mindenkit letagadnak, és septében összeívott sajtótájékoztatón próbálnak előre menekülni. Szerint az igazság az, hogy a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek jutalékért cserébe. A Városháza miatt már legalább 5 külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak. Erre Anonymous szerint bizonyíték is van. Miközben a baloldali politikusok azt állítják, hogy semmiről nem tudtak és senkit nem ismernek az ügyben, az állarcos egy fotót mutatott be ennek cáfolataként. Ezen Gansperger Gyula baloldali üzletember látható Bajnai Gordon társaságában. Az Origo szerint a két személy közös megjelenése már csak azért is érdekes, mert az Anonymous által legutóbb nyilvánosságra hozott hangfelvételen Gansperger Gyula beszél Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnökről is. Gordon Csaba nem pénzezik. Tehát, hogy nincs benne baj jutalékos rendszerben, legalábbis... Melyik rész? Ezt nem értem. A jutalékos rendszerben, amit nekem a Zsoltnak kell fizetnem, igen, az csak a Kis Ambrus felé van. Tehát ez a Kis Ambrus és a Karácsony van mögötte. Tehát a Bajnai Gordonnak az embere a Tordai Csaba. Ő vele nincsen elszámolni valónk. Uh-huh. Anyagi értelemben. Az Origo felhívja a figyelmet arra is a hangfelvétel kapcsán, hogy Gansperger Gyula ezen főként azt ecseteli aprólékos részletekre is kitérve, hogy a fővárosi ingatlan eladások lebonyolításakor hogy működik a jutalékos rendszer. A hírportál szerint a baloldali üzletember ezzel lényegében ismertette a korrupciós modell működését. Az a hangfelvétel, illetve az az újságcikk, amely kapcsán, ennek kapcsán megszületett, természetesen semmilyen valóságalapot nem tartalmaz. Karácsony Gergely és Kis Ambrus főpolgármester helyettes kedden hazugságnak nevezte a hangfelvételen elhangzottakat. Mit kéne ezen kivizsgálnunk? A főpolgármester a hangfelvételen elhangzottak kapcsán nem indít vizsgálatot, ugyanakkor perrel fenyegette meg a sajtót. És bár Karácsony Gergely folyamatosan tagadja a vádakat, korábban mégis írásbeli fegyelmit adott Barcsié Balázsnak, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatójának, aki ellen a Városháza értékesítéséről szóló hangfelvétellel kapcsolatban indult vizsgálat. A Nemzeti Nyomozóiroda pedig a Városháza botrányos ügyleteivel összefüggésben nyomozást rendelt el szerdán.